Akadálypályával, közös tornával és különböző mozgásfejlesztő játékokkal vettek részt a kihívás napján a Mária kertje görögkatolikus óvodába járó gyerekek. A Challenge Day 1982-ben indult Kanadából, ahol két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy egész napos verseny keretében döntik el, melyikük városa a sportosabb. Ez a játékos versengés kihívás napja néven hamar meghonosodott a nagyvilágban, majd 1991-ben Magyarországra is megérkezett. Örömömre szolgál, hogy a mai nap folyamán nagyon sok embert meg tudom mozgatni. A délelőtt folyamán körülbelül 200 gyermeket és 30 felnőttet, a délután folyamán pedig 250 gyereket és felnőttet. Az intézményben már 32 éve fogadják el a kihívást. Délelőtt az ovisok mellett a Móri Zsigmond görögkatolikus és két tannyelvű általános iskola első osztályosai, valamint a görögkatolikus bölcsöde gyermekei és dolgozói tornáztak együtt. Jutalomként pedig gyümölcslevet és almát is kaptak. A programba a szülőket is igyekeztek bevonni. Reggel óvodánkba csak úgy jöhetnek be, ha megcsinálnak valamilyen feladatot vagy feladatsort, amit a kolléganők az óvoda előtti kis járdán csináltatnak a szülőkkel, és az idén most sajnos elmarad a torna bemutatónk, de helyébe, hogy kompenzáljuk a szülőket, elhívtuk a szülőket egy délutáni tornára, mozgásra, és ez lesz délután a családokkal együtt, aminek egyben közösségépítő ereje is van. A nap jelmondata egy görög mondás, mely szerint a mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást helyettesíteni. Az óvodai program alappillére a keresztény nevelés mellett a mozgásfejlesztés és az egészséges életmódra nevelés.